Nyomoznak kézilabda ügyekben, vannak ítéletek fogadási csalásokban, de az üzlet pörög nem áll le nyilvánvalóan, a veszélyeztetett tere pedig leginkább az alsó osztályú mérkőzéseké, ahol a bundázás értelmszerűen egyszerűbb dolog. A megoldásokról és a küzdelemről Gerő Tamás ügyvéd, sportjogász, a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha most azt mondjuk Magyarországon sport sportfogadási csalások, akkor hogy néz ki a tájkép? Elég vegyes, van olyan ügy, ami jogerősen lezárult, ez az úgynevezett reac ügy. Van, ahol még csak elsőfokú ítélet van a, a Siófok Győrnek a, a 2010-2008-10-11 körüli meccseivel kapcsolatban. Van, ahol még tart az elsőfokú eljárás, az Egernek a 2013-as meccsei, meg U19-es meccsek, és uh, van olyan kézilabda uh, ügy, ami most a központi nyomozó főügyészségen van folyamatban. Igaz, hogy az nem fogadási csalás, de sporteredmény uh, sport tiltott befolyásolása. Hát ott a kiesés elleni menetben meg, be az a gyalog, hogy bundáztak mérkőzéseket. Hát kérdezden. igen, játékvezetőket megkerestek, és uh, hát olyan megállapodást kötöttek klubedzőkkel, klubvezetőkkel, ahol állítólag szövetségi ö, ö, alkalmazott is érintett, ugye, amely valamilyen tiltott, ö, ö, illetve unfair ö, ö, módon befolyásolta a mérkőzést. Az utolsó időpontok nem tegnap voltak, de mondjuk azért nem is évtizedek el, ezelőtt. Mennyire érzett, tartott, fertőzöttek most ezt a világot Magyarországon? Én magyarországon azt gondolom, hogy a, a, a TAU miatt beállt a pénzbőség, tehát az első osztályú kluboknál én, én azt gondolom. De nem kell ilyen hogy hogy, 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 hogy volt egy érdekes mondata, a mondhatom a nevét is talán, a, a bundaügyben érintett egyik edzőnek, Acél Zoltánnak, hogy a 2010-es évek előtt valamilyen szinten ez a fogadási csalás a, egy bevett gyakorlat volt a játékosok fizetésének, a kiegészítésének. Szóval minimálbére voltak bejelentve, és én szerintem nem véletlen az, hogy felfüggesztett szabadságvesztéseket szabtak ki csak a bíróságok, mert a büntető bíróságok gyakorlatilag ezt elhitték az eljáró, illetve a terhelteknek, akik nyilatkoztak, hogy, hogy igazából ez a rendszer része volt, hogy hogy a játékosok elfogadtak pénzt, és nyilván nem minden játékos, de a bunda ügy, az is nyilvánvaló, hogy csak a jéghegy csúcsa volt, de igazából egy, 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 mérkőzés befolyásához, befolyásolásához elég három vagy négy játékos, tehát a kapus, egy védő, egy középpályás tulajdonképpen az alapján már, már a mérkőzés könnyen befolyásolható, Hát a játékvezetőkről nem is beszélve. A játékvezetőkről nem is beszélve. Van határozott álláspontod jogászként az a kapcsolatban, hogy hol a legnagyobb a fertőzés veszély, hogyha megyünk lefelé az különféle osztályokban, alacsonyabb osztályban tiltani kellene a fogadást. Igen, ez, ez az én határozott véleményem. Nem csak alacsonyabb osztályokban, hanem, hanem utánpótláskorú meccseken is. Szóval mindig nagy balhé van, és botrány, és nagy média visszhangja van annak, amikor ugye elviszik a játékosokat bilincsbe, és elindul egy ilyen ügy, aztán ugye több mint hat évig eltartanak ezek az eljárások sajnos a sok ügyek miatt, a büntető eljárások elég vontatottan mennek, és a végére már elfelejtjük levonni a tanulságokat. És én azt gondolom, hogy úgy, hogy a doppingban is nagyon szigorúan büntetik, a jogsértéseket. Én azt gondolom, hogy, hogy ugyanúgy a, a, a fogadási csalásoknál, vagy a sporteredmények tiltott befolyásolásánál is, ha nem is első alkalommal, de hát első alkalommal is már súlyosabb eltiltásokat kellene alkalmazni, és a második alkalommal pedig akár végleges eltiltást is, amit egyébként már lehetővé tesz az MLS fegyelmi szabályzata, és, és nagyon fontos lenne az rögzíteni, és szerintem az egy tisztulást hozhatna a játékba, hogyha az alsóbb osztályú meccseken és az utánpótláskorú mérkőzéseken egész egyszerűen kizárnánk a fogadási lehetőségeket. Ennek milyen adminisztratív módjai, útja módja van, ha ezt a döntést meg akarja hozni mondjuk egy adott ország, Magyarország labdarúgó szövetsége, sportszövetségei, eldönthetik maguk, hogy nem engedik, hogy fölvegyék a, a fogadási listákra, vagy globálisan kell ezeket a fogadószervezeteket valahogyan megregulázni? Nyilván globálisan célszerűbb és hatékonyabb lenne, de miért már járhatnánk jó példával elől? Azt nem gondolom, hogy minden mondjuk kelet fogadási láncolathoz az MLS keze elérne, tehát nyilván mondjuk egy szingapuri vagy egy tájföldi fogadási irodához nehéz lenne az mls nek a jogérvényesítése, de hogyha már a elkezdenénk itt Európában, és ahogy mondjuk egy YouTube-ot is letiltanak, ugye a szerzői jogosultak, én azt gondolom, hogy, hogy igenis, ha ezt elkezdik ezt a munkát, ennek lenne eredménye. Az a Nemzeti Szövetség oldaláról is lehet lépéseket tenni. Én szerintem... Levetetni igen. a, a fogadási listákról az ilyen mérkőzéseket. Igen, hát első körben nyilván a, a hazai fogadáson, tehát a tipmixen, utána pedig elérni azt, hogy a, ezek, nem fogom a mondani, de különböző Európában ismert fogadási oldalakon is levegyék. Hiszel ennek a globális végrehajtóságában végrehajtó, olyankor, amikor ezt a szektort űzi a haszon, és a fenntartásában ilyet módon mindenki érdekelt? Én egyébként nem gondolom, hogy ezt teljesen meg lehet szüntetni, ahogy a doppingot sem. De hát, arra kell törekedni. De arra kell törekedni, és a szigor... Az, hogy tudják a játékosok, hogy ha hibáznak, annak igenis következménye van, annak szerintem hatása lehet. És, és mindig a konkrét játékoson múlik. Tehát ha, ha a játékos egy olyan közegbe érkezik, ahol a bunda egy bevett dolog, akkor nyilván nem fog egyedül ellenállni. De ha az a bevett dolog, hogy, hogy nem csalunk, akkor, akkor kevésbé jut eszébe, úgy gondolom mondjuk egy fiatal játékosnak a játék befolyásolása. Azt mondod, hogy ma Magyarországon a profi első és második ligában, az nb ben és az NB2-ben ez a tau miatt kevéssé lehet probléma? Tehát a tau bevezetése után azt is mondhatjuk, hogy nem a gazdaság, inkább a politika, de kifehérítette ezt a szférát? Ebből a szempontból, Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy igen, láthatjuk, hogy a tau bevezetése óta új botrány nem keletkezett, ez nem azt jelenti, hogy más sportágakban ne fordulhatna elő, de, de nyilván minden ügyről nem tudunk. Alsóbb osztályú meccseken azért arról én hallottam, és, és mondjuk közvetve, de hogy, hogy, játékvezetőket megkeresnek, hogy hát jó lenne, hogyha befújnál egy 11-est, vagy jó lenne, hogyha... mit jelen időben mondod, mostanában, mint Hát igen, 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 igen. Jó, jó, lenne, ha esetleg segítenéd, hogy, hogy, hogy nyerjünk, vagy hogy kikapjunk, már olyat is hallottam. Nyilván itt a játékvezetőknek szintén a felelőssége, hogy ezt elutasítsák. Megoldás lehet-e az, hogyha a fogadások tárgykörét szűkítik? Azt visszatérünk a jó kis klasszikus 1 x 2 és azok a mindenféle első gól, hanyadik percben szögletek, szóval amik szintén nagy táptalai lehetnek a csalásnak, azokat kiszorítják a rendszerből. Ez mértek egyet, szerintem az visszafejlődés lenne. Uh -huh. Tehát azért a mai technikai világban pont az egy, egy, egy különleges dolog, hogy, hogy lehet élő meccsekre fogadni, hogy lehet ilyen ö, ö, hát extrémebb fogadásokat. Befut -e is. egy házi állat a pályára. <laughs> Például, igen. Szóval ö, szerintem az visszafejlődés lenne. Ne, ez egy jó dolog, hogy, hogy sokféle fogadást lehet ö, megjátszani, Uh, én még mindig azt, most is azt tudom mondani csak, hogy, hogy az a konkrét játékosoknak kell állni a sarat, hogyha van egy ilyen befolyásolási kísérlet, azt határozottan elutasítsák. Sportág a kérdése, a labdarúgás 11-en játszák, nagyobb kombinációs lehetőség megtalálni a gyenge láncszemet. Mi van azokkal a kisebb létszámú csapatjátékoknál viszont, Ugye kevesebb játékos kell ott esetben az, hogy a, hogy a hiba meglegyen van veszélyeztetettebb sportág a focinál? Hát szerintem a tenisz még az egyébként. Uh -huh. Ugye most, most nem a, a, a most futó Ausztrál Openre gondolok, hanem ott is a kisebb tornák. Szóval amikor nem olyan nagy a tét, nem olyan nagy a presztízs, akkor, akkor azt gondolom, hogy, hogy hát és ezt, ezt halljuk is, erről azért hírek is vannak, hogy, hogy ott időnként elég furcsa Otszok kezdenek elindulni, és néha tényleg egész megdöbbentő eredmények születnek. Persze a játékban benne vannak a váratlan eredmények, a grenzlemen is gyakori, de de azért a, ott is szerint én kizárnám a, a, az ilyen kis challenger tornákra a fogadási lehetőséget. Lehet-e szerinted hatékonyabb ma? egy monitoringot, meg egyáltalán leleplezést működtetni egy jó besúgó és ügynök nélkül? Hogy elég a matek, hogy az ember nézeget és számolja és figyeli, hogy milyen teljesen van nem, nem, Teljesen nem lehet kizárni a csalást. Én ennek a besugó ügynökhálózatnak nem vagyok híve. A mai informatikai rendszerben én azt gondolom, hogy a váratlan eredmények, a hirtelen nagy fogadások azok azonnal kitűnnek, és akkor rögtön a fogadóirodák fel tudják függeszteni az adott mérkőzésre a, a fogadási lehetőséget. Én, én ebben látom a, a inkább a, a jövőt, vagy hogy, hogy a fogadási irodáknak is nyilván érdekel, hogy, hogy, hogy ne használják őket a csalásban. Jogászként, sporttal is foglalkozó jogászként, ha kézbe vehetnéd vagy vennéd ma ezt az ügyet Magyarországon, akkor egész konkrétan milyen jogszabályi módosítást lépnél meg először? Én a, a fegyelmi szabályzatoknak a, a, a szigorítását lépném meg, és a, a szövetség helyében pedig, amiről beszéltünk a, a beszélgetésünk elején, hogy kezdeményezném azt a, a jogszabályi tiltását, annak a jogszabályi tiltását, hogy, hogy, hogy alsóbb és utánpótláskorú mérkőzésekre lehessen fogadni. A, a, a játékosok oldaláról nyilván azt sugalnám, hogy, hogy azért a labdarúgás az nem elsősorban egy pénzkereseti lehetőség, hanem han igen, igenis legyenek példaképek a, a fiatalok számára, és az, hogy, hogy az lebegjen a, a szemünk előtt, hogy eljuthatnak mondjuk külföldi bajnokságokba, és ott, ott aztán tényleg egy olyan preszt is tudnak elérni, amitől életük végéig gyakorlatilag biztosítva van a jövőjük. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.